Szevasztok, szevasztok, Zoknifej Péter vagyok, itt vagyunk az M3 autóparkban, és egy Z3-ast kell megmutatnom, ez a mai feladatom. Indításnak azt tudjuk, hogy fekete színű az autó, és hogy egy cabrio szerkezetet nézegetünk, amiben egy 1.9-es benzinmotor van, ami 118 lóerős. És ha körbejárjuk az autót, akkor láthatjuk, ez egy nem sérült autó, tehát egy épp szép kis járgány, amiben csak bele kell ülni, és már is föl lehet szedni szebbnél szebb és jobbnál jobb csajokat. Akik pasikra buknak, azok szedjenek fel pasikat, de én maradok a lányoknál. Szóval az autónk az így néz ki, bele is tudnánk ülni esetleg, és meg tudjuk nézegetni az autónak a belsejét. Tehát annyi biztos, hogy van benne riasztó és centrálzár, gyönyörű szép bőrülések, amik ugye fűthetőek, aztán 4 darab légzsák kapott helyet, tehát látunk itt az kormányba, ott jobb oldalon, és itt az oldalkárpitban is találunk légzsákot. Ezen kívül, ami biztos, hogy van itt 5-ös váltónk van, 2 darab elektromos ablak, fűthetőek ezek a bőrülések, aztán van itt klíma is, CD rádió és egy nagyon szép bőrkormány ebben a kis szerkezetben. Na és akkor nézzük a kilométeróraállásunkat, ami 183.990, és minden cseklámpánk ugye el van aludva, azaz annyit jelent, hogy minden műszaki dolog az autóban működik és jó benne. Ezt ugye még egyszer meg fogom csinálni, ez sikerült is. Szépen beszél a fordulatot az autó. Nézzük meg a motorterét is. Már Peti kollégámmal kinyitottuk ezt az autónak a motorterét, meg tudjuk nézegetni, meg is tudjuk hallgatni. Ez szép tiszta és szép csendesen is jár, ezen kívül szerintem más nem kell rajta nézegetni. Be is csuknám a motorháztetejét, ezt a szép kis mogorba motorháztetőt, és már is láthatjuk így szemből ezt a kis járgányt. Remélem tetszik nektek, jöjjetek el hozzánk. Viszont látásra, Peti voltam, ciao ciao.